A 4 meccse nyeretlen BFC Siófok és a 6 meccses veretlenségből érkező Kazincz Barcika összecsapásának első helyzetét a 14. perc hozta meg, ekkor egy hazai támadás végén Girsik lőtt a kapu elé a jobb oldalról, Farkas Balázs 3 vendégvédővel is megküzdött a labdáért, majd 7 méterről tüzelt is, ám egy blokkoló lábról fölé vágódott a labda. A 23. percben a másik oldalon szereztek labdát a hazaiak, jött is a centerezés, a hosszú saroknál becsúszó Farkas azonban nem tudta kapuba terelni a labdát, mely végül elkerülte a barcikai kaput. A vendégek első próbálkozására a 42. percig kellett várni, ekkor Szabó Balázs 25 méteres lövése került el messze a siófoki kaput. Alig egy perccel később a másik oldalon Varjas Zoltán próbálkozott, az ő kísérlete már biztatóbb volt, ám végül az életerős bomba kevéssel mellé ment. Fordulás után is a hazaiak voltak veszélyesebbek. Az 50. percben egy hatalmas bedobás után Girsik ment el a jobb oldalon, centerezése Farkast kereste, ám a visszazáró Székely kivágta a labdát. A 68. percben egy gyors hazai kontra végén Keresi száguldott el a bal oldalon, majd gyönyörűen lőtte át a labdát a túloldalra a berobbanó Patakinak. A siófoki támadó bevetődve lőtt is, ám próbálkozása a keresztléc fölött sűvített el. 2 perc múlva ismét a bal oldalon akult ki hazai lehetőség, Varga Bence beadását Polényi fejelte le Patakinak, aki fordulásból lőtt, a hosszú sarkot célzó próbálkozás végül egy védőt érintve ment mellé. A 80. percben aztán megtört a jég, megszerezte a győztes gólt a BFC Siófok. Egy bedobásból, majd Polényi zseniális indításából indult a támadás, melynek végén az elfutó Hegedűs Márkely visszacsel után ugyan a kapufára lőtt, a kipattanó azonban a teljesen szabadon álló Dénes Csanád zsákmánya lett, akinek már csak az üres kapuba kellett gurítania. A BFC Siófok ezzel a góllal saját és ellenfele szériáját is megszakította, a balatonpartiak 1-0-ra legyőzték a Color City Kazincz Barcikát.